Aszfaltozási munkálatok, 150 millió forintos önkormányzati forrásból újul meg 4 kertvárosi út. Fejlesztés, 207 millió forintból alakítottak ki a beteg minták szállításának gyorsítását szolgáló csőposta rendszert a József András kórházban. Határon túli kapcsolatok, 41 millió forintból közösen fejlesztették a tanulók tudását Kisvárdán és Királyhelmecen. Idén több mint 1,2 milliárd forintot fordít aszfaltutak építésére, járdák felújítására és úthibák javítására Nyíregyháza saját forrásból. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 23 utcában létesülő új aszfaltutakkal a megye székhely területén közel 230 kilométerre nő a szilárd burkolatú utak hossza. Ezek a beruházások elsősorban azokat a külterületi városrészeket érintik, amelyek az elmúlt évek során benépesültek és forgalmassá váltak. Javában zajlanak a munkálatok a Kertvárosi Tenész utcában. 2010-ben a nyíregyházi utak nagy része, közel 60%-a még földút volt. A nagyvárosok közül Érd után a Szabolcsi megye székhely állt a legrosszabbul. Azóta közel 50 km utat épített a város, ezzel megközelítve az 50%-os arányt. Ezekre az útépítésekre és felújításokra azonban nincs pályázati lehetőség. Az önkormányzat saját erejéből finanszírozza a nyílvévén keresztül, mint az elmúlt 5 évben mindig, most is hasonló nagyságrendben több mint 1 milliárd forintot tudunk úti járdaépítésre, felújításra fordítani. Ez az idén azt jelenti, hogy 900 millió forintunk van, 23 földút épül meg. Jellemzően külterületeken, ugye itt az Újkertvárosban a pihenő teniszteket tagló utcák lesznek kész augusztus végéig, de megy Sóstóhegyen, Oroson, Barbányán, Kistelekiszőlőn, még a Józsavárosban is az Angyal utca, illetve Kőlaposon mennek az útépítések, és a nagy részük az iskola kezdésre, szeptemberre el is készül. A pihenő, tenisz, teke és tagló utcákon a korábbi földutakat közel 2200 méter szakaszon építik ki. A munkálatok során megtörténik az útalap építése, a meglévő aknafedlap szint behelyezése, szegélyek építése, a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges létesítmények kiépítése és az aszfaltozás, amelyhez közel 900 tonna aszfaltot használnak fel a szakemberek. A beruházás nettó költsége 150 millió forint. Az itt lakók is hozzájárultak, telkenként 150 ezer forinttal. Tudnunk kell viszont, hogy ez körülbelül az összköltség 7%-át jelenti, de ez mindenképp egy nagyon értékelendő, pozitív gesztus. És összegezték a számomra az eddigieket, 49 km aszfaltot épül, ahogy mondtam, de emellett még 32,5 km utat fel is újítottunk. Hát ezek között volt olyan, ami már majdnem egy aszfalt, egy földút aszfaltozásának a költségét emésztette fel, és az idén is fordítunk még további 320 milliót járdépítésre, illetve útjavításra. Ezekkel a beruházásokkal Nyíregyháza területén 280 kilométerre nő a szilárd burkolatú utak hossza. A melegaszfaltos tartós útjavítási technológiával történő nagyfelületű útjavítások több mint 20 utcát, közel 20.000 négyzetmétert érintenek. Ezek listáját részben lakossági bejelentések, részben a nyírvévi munkatársainak ellenőrzései alapján állítják össze. Az országban első között építettek ki csőposta rendszert a József András Oktatókórházban. A több mint 200 millió forintból megvalósult technika hétfő óta már élesben működik az intézmény valamennyi gyógyító osztályán. A fejlesztésnek köszönhetően javul a betegellátás, valamint gyorsabb és korszerűbb is lesz a jövőben. 14-22 perc, ennyi időbe telik átlagosan egy kórházi mintavizsgálata. Ebből azonban a legtöbb idő a laboratóriumba való eljuttatása. Ez a periódus csökkenhet le jelentősen annak a csőposta rendszernek köszönhetően, amely egy éves előkészítést követően a napokban kezdte meg működését a nyíregyházi József András Oktatókórházban. A 3,2 km hosszú 56 állomást, 7 útvonalat és egy irányváltó egységet magában foglaló, sűrített levegővel hajtott hálózat jelentőségéről egy csütörtöki sajtótájékoztatón beszéltek.
Egy laboratóriumnak a szerepe a mai betegellátásban az az, hogy úgy adjon helyes laboratóriumi eredményt, hogy a klinikai döntéshozási időn belül adja ezt. Miután ez a kórház és ez a laboratórium az ország egyik legnagyobb laboratóriuma, itt olyan mintaforgalom az, amit kezelnünk kell, aminek a megfelelő gyorsaságát egy ilyen rendszer tudja úgy biztosítani, hogy a rendelkezésünkre álló relatíve szűkös humán erőforrást nem erre kell használjuk, hanem arra, ami a betegeknek kell való közvetlen munka. Beállítom a kapszulát, és akkor ez elküldi automatikusan a laborba. A 207 millió forintból az országban az első között kialakított rendszer használatát mutatja ez a kórházi dolgozó. Minden osztályon ismerik el a kezelését, az alagutak ugyanis a 120 éves kórház valamennyi épületét összekötik. Mindegyik osztályon és a szakrendelők többségében kialakítottak feladóhelyet. A működtetésére több mint 200 dolgozót kellett kiképezni, az ország egyik legnagyobb diagnosztikai feladatokat ellátó intézményében. Ennek van egy technikai része, amit meg kell tanulni. Ez csatlakozott egy nagyon komoly, hát úgy a maga a rendszert üzemeltető elektronikai, informatikai program is. Ezt külső szakemberek végezték, azonban akik itt maradnak, az a 200 dolgozó, ők fogják tulajdonképpen ezt az egészet üzemeltetni, és hát ez folyamatos betanulás lesz a következő munkatársaink részéről is. És hát nagyon örömmel mondhatom azt, hogy hétfő óta már élesbe megyünk, és különösebb fönnakadás nem volt, üzemel a rendszer, én bízom benne, hogy a gyógyító orvosoknak is nagy könnyebbséget jelent, az ápolóknak, de a legfőbb a betegellátásnak a gyorsaság és a biztonsága. A porszívóihoz hasonló hangok kíséretében indul a kapszula az elosztó központból. A kórház számítógépes térképén jól látszik, hogyan halad mintegy 35 km/órás sebességgel a bonyolult metróhálózathoz hasonlítható csőposta rendszerben. Az egymástól legtávolabb eső feladó és fogadó helyek között legfeljebb 10 perc alatt jut el a célállomásig. Itt pedig már az látszik, ahogy megérkezik a központi laboratóriumba. A cél, hogy a technikának köszönhetően javuljon a betegellátás, korszerűbb és gyorsabb legyen. A gyógyítók hamarabb információhoz juthatnak a beteggel kapcsolatban, ami akár életet is menthet. 41 millió forintos határon átnyúló pályázati forrásból fejlesztették a diákok tudását Kisvárdán és Királyhelmecen. A két éves projektnek köszönhetően például CNC-gépeket és 3D-s nyomtatókat vásároltak az érintett iskolák, a diákok pedig megtanultak programokat írni és megismerték a digitális technika világát. A pályázat keretében mintegy 300 általános és közel 150 középiskolást próbáltak a természet és műszaki tudományok irányába terelni. 3D-s nyomtató, névjegykártya méretű számítógépek, Lego robotok és sok más Android alapú eszköz. Ez a nem mindennapi látvány fogadta a vendégeket a Kisvárdai Bessenyei György gimnáziumban csütörtök reggel. Ezeket a tárgyakat a szlovák-magyar Interreg projektnek köszönhetően tudta beszerezni az intézmény. A határmenti intézményközi együttműködés érdekében közösen dolgozott és fejlődött a Királyhelmeci gimnáziummal a Kisvárdai iskola az elmúlt két évben. A diákok megtanulták a gépek használatát, a programok megírását és debreceni nagyvállalatok kutatásait és fejlesztéseit is megismerhették. Kisvárdán például CNC esztergát vásároltak és külön labort is építettek. Királyhelmec Kisvárda testvérvárosa, így nem volt kérdés, hogy a partnerségben együtt dolgoznak majd, közölte a Bessenyei Gimnázium intézményvezetője. A kérdés az volt, hogy milyen téma legyen az, amiben ezt az együttműködést igazán ki tudjuk bontani, és így találtuk meg azt a komoly területet, ami szerintem manapság nagyon népszerű és nagyon aktuális. A negyedik ipari forradalomnak a közepén fejtelenül szükséges az a fajta gondolat, hogy hogyan lehet a tanulókat érzékenyíteni a robotika, a CNC programozás egyáltalán a digitális technika irányába, és olyan sikerült a projektünket előkészíteni és tevékenységekkel körbevásárolni, a legmagasabb pontszámmal tudtuk ezt a projektet a Bidalmi Bizottság szerint elérni. A programba 12 általános iskolát is bekapcsoltak, annak érdekében, hogy ne csak a középiskolás tanulókat tereljék és motiválják a természettudományok és a műszaki tudományok irányába.
Ennek köszönhetően mintegy 150 középiskolást és 300 általános iskolás diákot tudtak elérni a két éves időszakban. A partner intézményben hasonló programokat és eszközbeszerzést biztosítottak a projekt forrásából. A 41 millió forintos forrást közel fele-fele arányban használták fel. A Király Helmeci gimnázium 2008-ig egy hagyományos gimnázium volt. Majd abban az évben Szlovákia is bevezette a kötelező iskolaprogramot. Mi akkor úgy gondolkoztunk, hogy szeretnénk szakítani azzal a sztereotípiával, amelyel megbélyegzik a gimnáziumokat, hogy csupán általános tantárgyakat oktatnak, és csupán egy érettségit ad, illetve kötelező főiskolára és egyetemre menni, és úgy gondoltuk, hogy induljunk el egy kicsit gyakorlatiasabb irányba is, és hozzuk közelebb a diákok számára a szakmákat. Nyújtsunk betekintést nekik ezekbe a szakmákba. És akkor létrehoztunk, mi úgy hívjuk ezt, hogy profiláció, szakprofiláció. Diákjaink elsőtől egészen negyedik évfolyamig négy szakprofilációba választhatnak. Az első az effektív ekonomika, a második applikált informatika, a harmadik gyógyszerészet és negyedik menedzsment. Ezt a szakprofilációt úgy kell elképzelni, hogy a diákok heti 2, illetve 3 órában látogatnak olyan érdekes tantárgyakat, mint például, és itt az informatikát fogom kidomborítani, mint a hálózatismeretek, hálózattervezés, hálózatmenedzselés, de van olyan tantárgyunk, hogy fotó- és stúdiótechnika, professzionálisan berendezett videókameránk van, fényképezőgépeink vannak. A projektben mindkét fél számára prioritás volt, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók oktatásához, tudásához, személyes és társadalmi jólétéhez is. Az elmúlt két évnek köszönhetően erősödött a szakmai kapcsolat a két intézmény között. Továbbképzéseken vettek részt a pedagógusok. Aktív projektmunka zajlott a két iskola tanulói között, illetve kompetenciafejlesztés és nyári táborok szervezése is megvalósult. 50 millió forintból újult meg a napkori többcélú civil centrum. A vidékfejlesztési program részeként megvalósult beruházás során napkollektorokat helyeztek el, és lecserélték a tetőszerkezetet is. A több mint 274 négyzetméter alapterületű épület átadásával egyidejűleg egy székelykaput és egy trianoni keresztet is felavattak a településen. Feljegyzések szerint kezdetben zsidóház volt a Cukor család tulajdonában lévő épület, majd TS irodaként szolgált, később több éven keresztül pékségként működött. Az idővel leromlott állapotú, napkor központjában lévő épület szomszédságában a római katolikus templom, parókia és a polgármesteri hivatal áll. 2016-ban elnyertek egy vidékfejlesztési program részeként meghirdetett pályázatot. Ennek keretében tetőszerkezet, hidegburkolat, külső-belső nyílászárók cseréje történt meg. Napelemeket, napkollektorokat és hűtő-fűtő klímákat helyeztek el az épületben. Ilyen formán a többcélú civil centrum önfenntartó lett. Azt gondoltuk, hogy ami napkor életében nagyon hiányzik, hogy a 17 és 20 éves korosztályú fiatalokat próbáljuk megfogni, hiszen ők még nem nőttek fel ahhoz, hogy messzebb elmenjenek szórakozni, helyben pedig nincs olyan lehetőség, ahol kultúráton együtt lehetnek, és ez az épület lehetőséget biztosít arra, hogy alkoholmentesen, egymással beszélgetve, saját programokat kialakítva együtt tölthessék a hétvégét. Az épület csütörtöki átadásával egyidejűleg megemlékeztek a trianoni békeszerződés aláírásáról is, ezért egy székelykaput és egy trianoni keresztet is felállítottak az épület udvarán. Mindkettőt Erdélyben, Szentegyházán készítették. A székelykapu egy elszakított nemzetrésznek a jelképe. Ma itt vagyunk Szabolcsban, valamikor hasonló kapuk sorozata állt minden faluban. Mondhatnánk azt is, hogy ezek voltak a szabolcsi kapuk. Ha megnézzük azoknak a kapuknak a motívumait, vagy a szatmári kapukét, és megnézzük a székelyföldieket, a motívum kincse ugyanaz. Ebből is látszik, hogy együvé tartozunk. Szabolcsiakból kevesebbet látni, hál' Istennek a székelyföldiekből többet. Bárhol járunk a világban, minden magyar ember, ha lát egy székelykaput, tudja, hogy ott magyarok élnek. 99 évvel a trianoni tragédia után a helyi közösségeknek is a helyükre kell kerülni, hangzott el az átadó ünnepségen. Fontos az emlékezés, hogy egy nemzet erejét csak összefogással és hittel lehet tovább emelni. A nagyvárosokban már valahogy a nagy tömegben az emberek egyénisége, személyisége, talán egy kicsit a lelke is beolvad abban a nagy masszába.
itt, ahol mindenki ismeri a másikat. Itt, ahol tudjuk, hogy kinek mi az értékrendje. Itt, ahol tudjuk, hogy ki mit hordoz a lelkében. Az meghatározó. És ha így épül fel az ország, ezekből a kis közösségekből, azt hiszem, akkor volt, van és lesz nemzet megtartó erő. A településkép és közösségi tér fejlesztése felhívás részeként megvalósult épület felújítása tervek szerint igazi közösségformáló erővel bír majd. Június 6-a a Nemzetközi Út Átjárós Biztonsági Nap. Ez alkalomból közös ellenőrzéseket végzett a MÁV és a rendőrség csütörtökön, országszerte összesen 61, megyénkben 7 vasúti átjárónál. A vasútbiztonsági szakértők pedig szórólapokkal és szóban hívták fel az autósok, kerékpárosok figyelmét a kockázatokra. Ezen kívül vizsgálták a közúti-vasúti kereszteződések állapotát, a vágányok melletti területeket, az útburkolat minőségét, a felfestések, a fénysorompó jelzők, optikák épségét, láthatóságát. Idén május végéig 20 alkalommal következett be baleset az átjárókban, ami 5-tel kevesebb a tavalyi év azonos időszakához képest. Ezekben 7 személy vesztette életét, amíg tavaly 4 halálos áldozat volt május végéig. Az események hátterében 100%-ban az autóvezetők figyelmetlensége, a KRESZ előírásainak megszegése áll. A MÁV mindenkit arra kér, hogy minden esetben győződjön meg a biztonságos áthaladás feltételeiről az átjárókban. Újabb szakosztállyal bővült az NVSC, 14-ként a taekwondo került be az egyesületbe. Az Egyesült Államokból hazatérő Bolega házas pár irányításával a Debreceni úton kialakított edzőteremben sajátíthatják el az olimpiai sportág alapjait az érdeklődők. Egy, a régióban még újnak számító sportág első lépéseinek lehettek tanulni azok, akik jelen voltak az 1928-ban alapított NVSC újabb szakosztályának bemutatkozásán. Mint Szilvási István, az egyesület elnöke elmondta, az érdem a Bolega házaspáré, akik az Egyesült Államokból hazatérve döntöttek úgy, hogy Nyíregyházán folytatják a tengeren túlon megkezdett missziójukat. A hétdanos nagymester szeretné, ha minél többen megismerkednének a sportággal a megyében is. A Világ Taekwondo Szövetség azt nagyon segíti, és szereti, hogyha mesterek és nagymesterek tovább oktatnak és nyitnak iskolát, hogy más gyerekeknek is lehetőségük ehhez a világsporthoz. Ide jöttünk Magyarországra, mert én itt születtem Újfehérton, itt nőttem fel, és a feleségemnek nagyon-nagyon tetszik ez a város, ez a megye, ez az ország, mert ahol voltunk idáig, ahol jártunk, több mint 35 országban, 4 földrészen, oktattunk, vizsgáztattunk, tanítottunk. A sportért felelős államtitkár örült annak, hogy egy nemzetközileg elismert szakember tanítja majd a sportágat Nyíregyházán. Az a célja, hogy átadja a tudását a gyermekeknek, és világklasszisokat neveljen. De természetesen az is, hogy mindenki sportoljon, és legyen választási lehetősége mindenkinek, akár a taekwondo sportágat választani. Immár Nyíregyházán is lehet, hiszen ez a terület egy kicsit fehér folt volt, hiszen nem volt ez a szakágunk itt, úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy köszönthettük a gyerekeket, a szülőket, és köszönthettük a Bolega házaspárt, akik bizony bennünket fognak innentől erősíteni, és a sportágat. A taekwondót világszerte 80 millióan űzik, Magyarországon pedig mintegy 5000-en versenyeznek. A szövetség elnöke szerint fontos, hogy minél szélesebb legyen a sportág hazai bázisa. Nagyon fontos, minden új egyesület megalakulása, új szakosztály beindulása nagyon fontos a szövetség életében, hiszen ez a tömegbázis szélesítését jelenti. És mint minden más versenysportágnak, nekünk is az egyik legfontosabb célunk, hogy kijussunk az olimpiára, és ott a lehető legjobban a magyar híreknek, vagy a magyar tradícióknak megfelelően tudjunk szerepelni. Az, hogy Nyíregyházán alakult meg, az meg különösen jó, mert ez a rész egy kicsit valóban fehér folt volt eddig. Ugyanakkor a környezetünkben rengeteg jó taekwondós van, tehát arra gondolok, hogy Ukrajnában, Szlovákiában, Romániában, azért sok taekwondós van, tehát fontos, hogy itt is beinduljon ez. A Debreceni úton kialakított edzőterem átadóján a fiatal taekwondósok egy rövid bemutatóval avatták fel a küzdőteret. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 2019-ben több mint 1,2 milliárd forintot fordít Nyíregyháza saját erőből aszfaltutak építésére, járdák felújítására és úthibák javítására.
A 23 utcában épülő új aszfaltutakkal a megyeszékhely területén közel 230 kilométerre nő a szilárd burkolatú utak hossza. Ezek a beruházások elsősorban azokat a külterületi városrészeket érintik, amelyek az elmúlt évek során benépesültek, forgalmassá váltak. Az elsők között építettek ki az országban csőposta rendszert a Nyíregyházi Józsa András Oktató Kórházban. A több mint 200 millió forintból megvalósult technika hétfő óta már élesben működik az intézmény valamennyi gyógyító osztályán. A működtetésére több mint 200 dolgozót kellett kiképezni. A fejlesztéstől a betegellátás javulását, gyorsabbá és korszerűbbé válását várják. 3D-s nyomtató, névjegykártya méretű számítógépek, Lego robotok és sok más Android alapú eszköz. Többek között ilyen tárgyakat használnak a kisvárdai és Király Helmeci gimnáziumokban. A két intézmény számára a szlovák-magyar Interreg program 41 millió forintos forrása biztosította az eszközbeszerzést. A pályázatnak köszönhetően mintegy 300 általános és közel 150 középiskolás diákot próbáltak a természet és műszaki tudományok irányába terelni. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, június 6-án csütörtökön friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Péntek reggelig erőteljes komoly felhőképződés várható, záporzivatar több helyen előfordulhat, a déli szél helyenként megélénkül megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 fok körül alakul. Napközben aztán erősen felhős lesz az ég, majd gomoly felhős napos idő várható. Szorványosan még előfordul záporzivatar, a nyugati szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül valószínű. A következő napokban kicsi tovább erősödik a nappali felmelegedés. A fátyol, illetve gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. Szombaton az ország keleti harmadában alakulnak is záporok, zivatarok, máshol nem valószínű csapadék. Vasárnap és a jövő hét első felében is csak néhol lehet szükség az esernyőkre.